szomorú hír jelent meg pár napja a Facebookon. A 6. kerület egyik kedvenc kisvendéglőjének, a Cserepes kisvendéglőnek nem hosszabbította meg a bérleti szerződését az önkormányzat, ezért az étterem lehet, hogy júliusban bezár. A tulajdonos Szarvas Ferenc értetlenül áll a történtek előtt. Július végét, közepétől nem leszünk. Kitalálta az önkormányzat, hogy hittanoktatást akar itt a iskola. És ez 5 éve már egyszer játszódott, igen. De most már végleges. 6. kelet, Felső Erdősor utca 20-ban vagyunk a Cserepes kis vendéglőben, amit nagyjából majd 20 éve üzemeltetek és működtetek. Azt gondolom, hogy a vendégek és barátok és ismerősök megelégedésére is. Igazándiból magyaros ételekkel foglalkozunk, a fő profilunk az olyan ételek, amiket ma már azért elég kevés helyen főznek. Ezek a teljesen hétköznapi gulyásleves, pörköltek, rántott húsok. Pasírt szerintem az egyik legjobb, meg a levesek. Füstölt sajttal töltött csirke mellett. Nagyon jó. Csirkemáj, zöldségleves, szörp. Tulajdonképpen ez az egész úgy történt, hogy ugye van egy törvény szerinti előírt időpont, amikor be kell adni az önkormányzathoz a továbbérlési igényemet, ami arról szól, hogy különböző papírokat bevisz az ember, ezt ők átveszik. Ez volt február közepe környékén. Hallottam egy információt egy kedves ismerőstől, hogy benne lesz a tegnap délutáni gazdasági bizottsági ülésben a továbbbérlés elbírálásáról szóló pontok között. És mint egy pár perc leforgása alatt tulajdonképpen az egészet elbírálták, közölték, hogy nincs tovább, és igazándiból egyetlen egy indok hangzott el úgy nagyjából erre az egészre, hogy ott fölöttem levő iskola igényt tart erre a helyre, mert hittanoktatást szeretnének benne megvalósítani. Nem értem a döntésnek a mivel létét, a fideszes többség ezt úgy gondolta, hogy ezt meghozza. Mindenképpen az van a legfontosabb, hogy tárgyalni kéne ez ügyben, hiszen én úgy tudom, hogy semmilyen bérleti díj elmaradása nem volt, jó bérlő volt. Én 10 évig etettem az önkormányzatot meg a dolgozóit, még az előző vezetésnél. Amikor jött az új vezetés, kivágtak minket, mert hogy akik velük dolgozott, az tuti komcsi. És azóta nem tudok megállni a lábamon. Azóta, mióta ez van, ott tesznek keresztbe, ahol tudnak. Én itt nem nagyon szoktam politizálni se. Én egy kocsmáros vagyok, akinek az a dolga, hogy aki ide bejön, azt megetesse, jól érezze magát, és ha legközelebb visszajön, akkor is jól érezze magát. 15-6 éve járunk ide, szerintem. Hát miért jó ez a hely, mert nagyon családias, meg barátságos. Mifelé mindenki nagyon szeretik, meg jó kaja. Gondolom nem fogsz örülni, hogy bezárt. Nem. Igazságtalanul nem tudom, tehát azt gondolom, ilyet nem lehet tenni csak úgy. Nem örülsz neki? Nem örülök. Mióta járnak ide? 20 éve. 20 éve? Körülbelül 20 éve, igen. Úgyhogy, és ne zárjon be. Szerintem ugyanilyen nincsen, tehát hasonló sincsen. Tehát ilyen családias jellegű nincs a környék. Nincs B-terv. Nincs B-terv, mert tulajdonképpen 20 éve itt vagyok reggeltől délutánig. De azt hiszem, soha nem csináltunk olyat, amiért azt kell mondani egy önkormányzatnak, hogy ezt itt gyorsan meg kell szüntetni. Számomra nem tudjuk alkalmasnak ez a helyi hittanoktatással, vagy dárgyal? Szerintem se alkalmas egyáltalán. Nem tudom. Ezt meg kéne kérdezni az önkormányzat illetékeseitől, hogy mi a bajuk azzal a helyi vállalkozással, aki 20 éve becsületesen dolgozik ebben a kerületben. Megkérdezzük. Hamarosan ülést tart a 6. kerületi képviselőtestület, itt lesz Bundula Csaba is, aki a vagyongazdálkodásért is felelős, egyébként pedig a kerület alpolgármestere. Őt próbáljuk megkérdezni. Kérlek, a polgármester, ez is egy bárdi bajnokok a 24.hu-tól, és azért csak ezért értem, mert hogy csinálunk egy videót a Cserepes kis vendégről. Miért döntöttek úgy, hogy nem hosszabbítják meg az ő bérleti szerződésüket? Mert át kell gondolnom még, hogy... Megvárjam? Megvárhatom? Megpróbálom elérni dr. Horvátné Pálosi Katalint is, az Erkel Ferenc általános iskola igazgatóját, és megkérdezni, hogy tényleg hittantermet akarnak-e csinálni a Cserepes kis vendéglőből.
Jó napot kívánok, én Bárdi Bálint vagyok, a 24.hu újságíró, és dr. Horvátné Pálosi Katalin igazgatóasszonnyal szeretnék beszélni. Igen, meg csinálunk egy kis videós anyagot arról, hogy a Cserepes kis vendéglőnek a helyisége mostantól... Igen. Igazgatóasszonyt, és nem is kíván nyilatkozni. Akkor nem kíván nekünk ebben nyilatkozni? Nem. Oké, rendben, köszönöm szépen. Nem kíván nyilatkozni.